A szekszárdi közgyűlés oktatás, sport és ifjúsági bizottságának képviselői, miután meghallgatták a szekszárdi sportközpont igazgatóját és az egyetem képviselőjét, úgy határoztak, hogy nem az egyetem uszodájába helyezik át az úszásoktatást, hanem a sátort teszik alkalmassá ahhoz, hogy ott télen is megfelelő körülmények között lehessen sportolni. A sportközpont egyelőre nem veszi át az intézmény uszodájának üzemeltetését. Az eredeti állásponton azért kellett változtatni a bizottságnak, mert az egyetemi uszodában nem jutott volna minden csoportnak hely, ha az úszásoktatást odarakták volna át. Így viszont ez a probléma is megoldódik. Nagyon bizakodó vagyok az irányba, hogyha így a főiskolai egyetemi úszómedencét nem is tudjuk az egész üzemeltetést az önkormányzat kezei közé hozni, akkor legalább pár sávot fogunk tudni bérelni az úszásoktatásnak, főként a piciknek, akik kezdők, tehát a 3-5 éves korosztálynak. A bizottsági ülésen elhangzott, a sátrat idén fejlesztik. Mi felmértük a lehetőségeket, hogy lehet ebből kihozni a maximumot. Úgy gondolom, hogy egy 5-8 millió forintos ráfordítással, felújítással lehet ezeken a körülményeken javítani. A sátor felújításához szükséges plusz forrásról a szekszárdi közgyűlés dönt majd. Ha a képviselők is rábólintanak erre a javaslatra, mindenkinek jut majd hely az úszáshoz. Az úszók, vízilabdázók és a lakosság a sátorban, a kicsik és a többi csoport, mint a gyógyúszók pedig az egyetem úszodájában űzhetik ezt a sportot. Szőke Gergő úgy látja, 2 héten belül már be lehet fogni a sátrat erre a célra.